Kerlei Kultúrház 2009 óta a zászlajára tűzte a zöld programoknak a bevezetését, és egyrészt a működésünkben is ilyen jellegűek vagyunk, tehát azóta szelektíven gyűjtjük a szemetet, van olyan saját intézményi biciklink, amit szoktunk használni a plakátozásokhoz. Itt most egy nagyon szép madárbarát kertben állunk, ami 2010-ben a Magyar Madártani Egyesülettel került kialakításra, 13 ódú madáretető, és itt volt nálunk madártábor, madarásztábor, volt zöld tábor, számtalan zöld rendezvény, és ezen kívül pedig hát mi nagyon szorosan együttműködünk a helyi civil zöld szervezettel, az átalakuló Vekerle csoporttal, a zöldhajtás csoporttal. Együtt indítottuk el az ablakszigetelési programot. Van nálunk külön egy zöld szekrény, ahol ilyenfajta szórólapokról, ezekről lehet tájékozódni. Együtt csináljuk a zöld szombatokat. Tulajdonképpen azt is 2009 óta. A Kerlei Kultúrháznak saját önálló programjai is vannak, tehát nem csak a Vekerlei civilekkel, hanem mi magunk is a kerületi környezetvédelmi versenyt most már negyedik éve csináljuk, ami egész kerületet átfogja, és a Richter gyógyszergyár benne az együttműködünk, támogatunk, ezt tovább is fogjuk folytatni. Azon kívül rengeteg pályázatot írtunk már ki ilyen témában. A csoda papír pályázat volt, vagy a krajcáros kincsek, készítsenek a gyerekek használt vagy újrahasznosított anyagokból tárgyakat, képeket, nagyon sokféle volt, talán itt fel se tudnám sorolni, és a különböző programjaink, rendezvényeink is sokszor erre a környezetvédelmi szemlélet terjesztésére épülnek. Mi ezt a profil továbbra is szeretnénk megőrizni. Úgy látjuk, hogy ennek a népszerűsítése azért nem hiába való, és hogyha olyan programokat nyújtunk az embereknek, amire szívesen bejönnek, mert szívesen készít velünk el egy szappant, vagy egy mosóport, vagy ismer meg különböző dolgokat az anyuka is, és a gyerek is, vagy a szülő is, és a gyerek is, az titkoltam, vagy rejtetten egy szemléletmód változáshoz is hozzájárul. Tehát közvetetten szeretnénk azért ezt a szemléletet erősíteni, és itt a Vekerlén ennek még inkább van létjogosultsága. Én azt látom, hogy akik itt élnek, azoknak fontos a környezetük, és fontos az, hogy mi veszi körül őket, és erre odafigyelnek.